Valójában egyébként az azt követő években abban maradt, tehát ez annyira jó volt, hogy ezt már nehezen tudták überelni, és igazából a kormányváltással, a Fico-féle kormányokkal, még inkább baloldali irányultságú kormányok voltak, azok gyakorlatilag ezt a fajta adórendszert inkább csak hát torzították, illetve nyírválták, és mára ez már inkább csak egy ilyen emlék, de mindjárt végigmegyünk az adókon, és akkor fogjuk látni, hogy ez miért is érdekes, illetve akkor nagyjából megértjük, hogy lassan miért tűnnek el a szlovák rendszámú autók is a magyar utakról, mert igazából nem nagyon van értelme már a magyar adórendszerből nézve Szlovákiába menni. Tehát az áfájuk az 20%, tehát azt is megemelték korábban, a társasági adót már a válság években megemelték 19-ről 21-re, gyakorlatilag a személyi jövedelemadót azt hagyták, 19-en bevezettek 35 ezer euró fölött egy 25%-os mértéket, és ami igazából egy nagyon érdekes dolog volt, amiért sokan szerették Szlovákiát, hogy nem volt osztalékadó, ezt is 2008-tól bevezettek egy 7%-os osztalékadót, amivel gyakorlatilag Szlovákia hát beállt a közepes adó színvonalú országokhoz képest, de Magyarországról nézve azért a 9%-os társasági adóval, meg a 15%-os SZIA-val elég nehéz versenyezni. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Szlovákia egy nagyon jó alapúzon indult ország. Érdemes odafigyelni rájuk, mert a Leál Csulik, aki ennek az egésznek a szülőatya volt, az ma is parlamenti képviselő, és ahogy látjuk 2018-ban, de ezt majd Botond levezeti, a Fico kormány, Fico lemondott a kormány, nem bukott meg, helyette egy Pellegrini nevű miniszterelnök jött, de úgy néz ki, hogy a következő választások 2020-ban lesznek, és ott a Leál Csulik úr az gyakorlatilag egy esélyes ellenzéki pártvezető. Tehát baromi érdekes azt megvárni, hogyha ő megint mondjuk valamilyen szinten a hatalomhoz vagy befolyáshoz jut, akkor ez a szlovák adórendszert milyen irányba fogja elmozdítani. Ma a jelen pillanatban úgy néz ki, hogy egy stabil 3%-os növekedésű ország, az adórendszerükön olyan sokat már nem fognak reszelgetni, tehát nagyon úgy néz ki, hogy ez a pozíciójuk állandó, de valahogy az is úgy néz ki, hogy nem nagyon szorulnak arra rá, hogy ők ezen most úgy megint beálljanak abba az erős versenybe, amiben ő nekik meccsjár után be kellett állni, mert akkor a sorrend fordított volt, tehát mi voltunk előttük, és ők voltak mögöttünk, például egyfőre jutott GDP-be is, most azért ez fordított, tehát ők majdnem 20 ezer dolláros egyfőre jutott GDP-t csinálnak, meg olyan 15-16 között. Tehát azt lehet mondani, hogy a szlovák gazdasági növekedés egyik alap motorja volt a jó adórendszer, ez tanulságos is, ezt láttuk is egyébként, hogy ez hogyan hatott a magyar a vállalkozókra, de már ez a helyzeti előny megszűnt, úgyhogy ez egy érdekes tanulság volt itt a szomszédból. Igen, és mondtad is, hogy milyen drágulást okozhatott az euróbevezetés, illetve bocsánat, amikor mondtad az euróbevezetést, csak arra asszociáltam, mert jött ez a hír, ugye most volt egy felmérés, és hát közben ugye érdemes megnézni, hogy itthon milyen infláció volt közben, tehát igazából nyertek ebben a drágulási versenyben, mert kevésbé drágult az élet Szlovákiában, mint Magyarországon. Igen, így van, egy örök kérdés, de szerintem őket nagyon érdemes figyelni, egyrészt mert ugye közvetlen szomszédaink, másrésztről hát gyakorlatilag a magyar autóipar is kapcsolódik hozzájuk, tehát azért azt lehet látni, hogy most tudtunk nagyjából egy picit újból úgy vele erősíteni, hogy kibújjunk az ő árnyékukból, és talán ez a BMW gyártás Debrecenben ez ennek a jele, de a Jaguart is ők vitték el, tehát az se olyan régen volt, tehát azért azt lehet látni, hogy Szlovákia egy erős környék. Nekünk egyébként olyan szempontból jó, hogy ezt az úgymond európai Detroit környéket erősítik, de nagyon erős versenytárs is. Egész mások az adottságra, ugye nehéz ipar miatt és így tovább, de sok szempontból a problémáik is azonosak, tehát az ország kertészakadtsága is jellemző, tehát Kelet-Szlovákiának a problémája egész mások, mint Nyugat-Szlovákiának, tehát egészen más az egyfőre jutó GDP. Én úgy gondolom, hogy a kisebbségi problémák is, hát amikor Zurinda bevezette 3x19-et, akkor ő ezt úgy tudta megcsinálni, hogy olyan költségvetési megvonásokat csináltak, hogy a kisebbség kivonult az utcára és a hadsereget kellett bevezetni. Tehát gyakorlatilag nagyon, nagyon komoly ára volt ennek, de úgy néz ki, hogy összességében megtérült. Tehát Ez egy ilyen szempontból sok-sok-sok azonosság van a mi kelet-magyarországi régióink és az ő régiói között, de úgy néz ki, hogy az ásványi anyagok, illetve ez a nehézipari háttér, ők egyébként is a csehszlovák együttműködésen belül is ezt a nehézipari részt vitték,
valójában azt mondják azért, mert védelmi okok miatt azért Kelet-Szlovákia jobban védhető volt, mint mondjuk Csehország, és itt komoly hadiüzemek is voltak, tehát azt hiszem harckocsi gyártásuk is volt, de az egész autóiparuk egyébként erre az erős gépiparra épül. Jó, oké, köszönjük szépen, Zoli, akkor figyeljük, hogy mit mond Botond ebben az ügyben, neked nagyon szép napot és jó munkát. Köszönöm nektek is, sziasztok! Szervusz! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, Szlovákia a célországunk adóvilág rovatunkban. És hát azért szolgálati közleménynek is helye van itt. Igen, tudjuk, egy kisebb adás kimaradás borzolta a kedélyeket, de már remélhetőleg túl vagyunk a problémákon. Köszönjük mindazoknak, akik ezt jelezték nekünk. Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép. És Szlovákiában járunk, dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Északi szomszédunk, sokszor ellenségesen néztünk egymásra, van, amikor meg mosolyogva, vannak politikai vonalú hasonlóságok, meg nagyon sok minden. Meg hát te ismered az egész szlovák-magyar viszonyt közelebbről is, úgyhogy a legjobb embert tárcsáztuk szerintem. Na hát biztos, hogy egy izgalmas, jó pár száz éves történelem köt össze minket. És ez most az utóbbi időben azért több vonalon kezd szétkanyarodni, tehát szeretjük a visegrádi országokat egy csomagba kezelni, és Szlovákia, aki a legközelebb esik hozzánk, és a legkisebb tagja ennek a négyesnek, még az ottani fejlődések is jól mutatják, hogy milyen sok elágazás lehet ebben a posztszovjet időszakban az elmúlt 30 évben. Több választás is volt, illetve lesz most Szlovákiában. Ősszel tartották az önkormányzati választást, ami itthon annyira nem verte föl a média vizeit, viszont kint ez egy nagyon fontos választás volt. Nem feltétlenül a részvétel miatt, mert Szlovákiában hagyományosan alacsony a részvétel a politikai választásokon, viszont azért, mert a Kuciák gyilkosság után, ugye ez 2018-nak a tragikus és nagy eseménye volt Szlovákiában, amiben a kormány is beleremegett, kíváncsiak voltunk mindannyian itt ellen, hogy mi lesz a szlovák polgároknak a válasza erre. És nagyon érdekes módon az látszott, hogy a független jelöltek megerősödtek. Tehát egyszerűen... Tehát akkor a szlovák közvélemény elhitte azt, ami a Kuciák gyilkosság kapcsán ugye felmerült, hogy a maffia behálozta a szlovák politikai elitet, és ezért gondolták azt, hogy akkor olyanokat választanak, akik nem kompromitálódhattak? Azt mondanám, hogy mint minden országban, Szlovákiában is már ment masszívan a populizmus, mikor megérkezett hirtelen a Kuciák gyilkosság, és ekkor inkább egy ilyen típusú reakció érkezett meg a társadalomból, amit most te mondasz, igen. Uh-huh. Tehát nyilván minden társadalomban máshogy csapódik ez le. Itt éppen erre elég jól rá tudtak kanyarodni különböző kispártok is, tehát egyébként borzasztó sok élő, dinamikus kispártocska van, akiknek jó esélye néhány százalékkal be lehet majd jutni a parlamentbe, és emellett pedig a civil mozgalmak is mindenféle sárgától pepitáig kivonultak az utcára, hogy emlékszünk, hogy hetente megtartották a tüntetéseket, amíg nem volt kormányátalakítás, és ugye találtak egy bűnöst, tehát ezt a bizonyos Kocsnert, aki hát oligarchaként minimum lefesthető, és az ő egyik közeli üzlettársa Baszternák, ők most mind fogságban előzetesben vannak, és őket vádolják azzal, hogy Kuciáknak, vagy Kocsánat vádolják azzal, hogy Kuciáknak a gyilkosságát gyakorlatilag megrendelte egyébként egy magyar kötődésű komoly fegyveres szolgálatot ellátó illegális személytől. Úgyhogy van egy ilyen típusú reakció. Fico a maga módján mégiscsak kivonult a politikából, ami a látványos oldalát illeti, és az a kérdés, hogy a mostani friss döntése, hogy alkotmánybíró lesz a korábbi szlovák miniszterelnök esetleg jövő idén tavasztól, ez jelentheti-e a még inkább kivonulását. Eközben ugye az új miniszterelnök Pellegrini, akinek ugye nem túl szlovákosan cseng a neve, de a Vicóféle pártból érkezett ő is, ő az, aki azért még mindig, hogy úgy mondjuk a Fico vonalon viszi tovább a pártját,
és nem látni azért óriási kanyarokat, meg óriási meglepetéseket. Oké, a szlovák belpolitika teljesen átformálódott, ahogy érezhető szavaidból, átformálódott ennek nyomán a külpolitikájuk, és ma már csak mondjuk úgy is, hogy hirtelen passzívabbá váltak, mert magukkal voltak elfoglalva? Nem mondhatni, sőt, igazából lehet, hogy egy picit megijedtek. Nyilván ők sokkal többet tudnak el az egész Kuciák történetről. Ne felejtsük el, hogy ebben az olasz mafia is benne volt nyakig, ugye több közül az egyik, és azért ők érzik a külpolitikai kitettségüket Ukrajna kapcsán is. Egyébként nagyon komolyan készülnek az ukrán krízisre, konkrétan arról beszélget a kormány, hogy milyen válságtervek kellenek arra az esetre, hogyha Ukrajna összeomlik és elindulnak a küldtek nyugatra. Mennyibe vethető emberük van, hogy készítik fel a kelet-szlovák határt, és emellett pedig döntöttek arról hosszú-hosszú idő után, hogy megvesznek 14-re a F-16-ost az Egyesült Államoktól. Tehát ez az a döntés, ami nagyon látványosan mutatja a NATO 2%-os költés felé való törekvést is, és mutatja azt, hogy hát elköteleződtek a NATO-val. Ez egyébként eddig is igaz volt, csak látni kell, hogy a visegrádi országokban a szlovák közvélemény a leginkább, vagy legkevésbé nyugatorientált. Tehát míg a csehek híresen EU-szkeptikusak, addig a szlovákok azt mondhatnám, hogy majdnem ugyanolyan mértékben NATO-szkeptikusak, ami az utcapolgárának a véleményét illeti, és ehhez képest most bevásárolnak repülőgépekből, és kiderült, hogy november 22-én mégiscsak elküldtek egy orosz diplomatát, aki a NATO és a szlovákok ellen kémkedett, ami azért is nagy szó, mert ők a Skripal ügyben ugye kihagyták ezt a lehetőséget. Úgyhogy ebből azért látszik, hogy a maguk módján most letesznek bizonyos konkrét irányokat. Ami izgalmas, ugye az ő külügyminiszterük volt a NATO közgyűlés elnöke Lajcsák, akiből egyébként államfőjelöltet is akartak volna csinálni, de ugye itt a migrációs kompakt kapcsán, amelyet a kormány ellenzett, de Lajcsák maga egyébként ugye személyesen részt vett a kidolgozásában, végül is ebben nem vett részt Szlovákia az ENSZ-nek a migrációs tagjában, ennek az elfogadásában, és ezért aztán Lajcsák most, mint államfőjelölt, már nem szerepel. Ugye most következnek márciusban az államfő választások, közvetlenül választják Szlovákia államfőjét. És valahol ebben az egész korábbi történetben is, ami Kuciákot illeti és a civil mozgalmakat, Kiszka államfő nagyon fontos szerepet játszott. Ő hivatalosan egy párton kívüli ember, tehát nem kötődött korábban pártokhoz, és tudta a politikusokat, ugye egy hárompárti koalíció van most Szlovákiában, hogy úgy mondjam, egy picit kívülről az államfői méltóságból, vagy hogy ha máshogy nem, hatalom technikailag egy független pozícióból piszkálni. És ez nagyon fontosnak bizonyult az elmúlt hónapokban. Ő nem akar újraindulni. És ebből is látszik, hogy ő tényleg egy ciklust kitöltött, nem politikai karrierre vágyott, hanem váltani akar, vagy vissza akar váltani. Úgyhogy igazából izgulunk, mert a két nagy koalíciós partner a háromból, tehát a Fico-féle Smer, illetve az SNS még nem mondtak államfőjelöltet. Tehát emiatt aztán a harmadik koalíciós partner a félig magyar, félig szlovák, vagy vegyes pártja, Híd Mostnak a Bugár Bélája az, aki a koalíció oldaláról most népszerű jelölt, de várjuk azt, hogy bejelentsék a nagypártok is. A kérdés lezárásaként, vagy a blokk lezárásaként egy kicsit vegyük gorcső alá a magyar-szlovák kapcsolatokat. Volt itt minden, ahogy Endre is már sejtette, jó barátságtól kezdve elég komoly a csarkodásig. Most éppen milyen a viszony a két országnak? Azt mondanám, hogy most igazából a politikai színeit tekintve meglepő módon, de egy pragmatikus barátság uralkodik. Tehát a Fico-Orbán kémia, ha úgy tetszik, az jobban működik, mint korábban. Aminek részben lehet az oka mind a két vezetőnek a folyamatos, pragmatikus irányba való tolódása. Másrészt egyszerűen már a magyar kártya sem a régi Szlovákiában, tehát nem ezen utazik a vezető párt, hogy magyarozzon. Még az SNS is ilyen szempontból egy picit kevésbé nyíltan aktív. Eközben viszont azt látni kell, hogy a helyi magyaroknak a lehetőségei azok abszolút vagy nem feltétlenül javultak. Tehát vannak szakértők, nyelvi, kisebbségjogi szakértők, akik ezt gyakran elmondják, hogy a nyelvtörvény a Szlovákiának visszaesett a 90-es évek szintjére.
a komáromi erőtáblát, amit a Duna túloldalán kimertek írni magyarul és angolul is, azonnal több tízezer eurós büntetést kapott az önkormányzat. Tehát ugyanúgy hajmeresztő dolgok történnek, ugyanúgy egy anonimus civil egyesület próbálgatja a névtáblákat magyarul is kiírni ott, ahol egyébként törvényszerűen ki lehetne írni. Tehát a magyar kisebbség helyzete nem lett radikálisan jobb. A gazdasági helyzettel mások a kihívásai ennek a kisebbségnek, mint mondjuk Vajdaságban vagy a Kárpátalján, és a magyar kormány ilyen szempontból gazdasági beruházásokat, mondjuk Slovnafton keresztül, ami MOL-nak a leányvállalatával vált, nyilván részt vesz, támogat Dunaszerdahelyi stadionnak a közvetítést is ismerjük. Szóval egy picit megváltozott ez a viszonyrendszer, és tulajdonképpen azért inkább szerencsére nem kormányfői szinten zajlik ez a csata, hanem alacsonyabb szinteken megy a magyar kisebbség helyzetének a javítás, és ennek köszönhetően látványosan most nem, egyáltalán nem rossz ennek a két országnak a viszonya. Nagyszerű zenefüleinknek, nagyon szépen köszönjük tartalmas összefoglalódat, és akkor jó munkát! Köszönöm szépen, nektek is, hallgatóknak is, reméljük, működik a rádió. Hajrá, Brexit szavazás! Hajjaj, majd beszéljünk. Igen, mindenképpen. Köszönjük szépen. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel vitattuk meg V4-es körünknek az első állomását Szlovákiába, utaztunk adóvilág rovatunkban. Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.